Az idei év utolsó képviselőtestületi ülése csütörtökön, december 17-én volt a Városházán. Nézzék meg az ott készült összeállításunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim! A munkát időben illik elkezdeni, 2 óra van, kezdünk. Kiküldtük a meghívót, 2 napi rendi pontot javaslok innen most levenni, illetve tekintsük úgy, hogy nincs is benne a meghívóba. A 2. napi rendet a bizottságok megvitatták, és hát kölcsönös volt a vélemény, hogy azt most ne tárgyaljuk, míg a 15. napi rendi pont az csak bevallom férfiasan tévedésből került ide, nem az én tévedésem, de hát én írtam alá, akkor legyek félig én is hibás. A többi marad, ami itt szerepel. Jónás Kálmán képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Egy ügyrendi javaslatom lenne, mert nem tudom, mennyire fog elhúzódni a vita. Most úgy látom, hogy azért komolyabb és talán vitát generáló programpontjaink is vannak. A 24-es napi rendi pontot szeretném, hogyha előre vennénk, mert lehet, hogy el kell mennem majd dolgozni, és ha arról nem beszélünk, akkor elhúzódik egy hónappal az egész. És mikor megy el? Egy olyan 5:30-kor legkésőbb. Jó, csak ígérem neked, hogy 5:30 előtt önhatalmulag előre veszem. Köszönöm szépen. Legyen időd még. Nekem ez megfelel így. Köszönöm. Nem, mi mindig katonásan tárgyalunk. Most is megvolt minden bizottsági ülés. A bizottsági üléseken mindenki elmondhatta észrevételeit. Nem hinném, hogy 5:30-ig ne tudnánk befejezni. Ha véletlenül így történik, akkor tekintettel leszek a kérésre. Hol is tartottunk? Ja, szavazni kell a napirendről. Még a képet. Tehát, aki... Nem kell ezt már ennyi időt haragozni. Mindenki egyetértett ezzel a javaslattal. Ki valaki jelzik? Ja, hogy egy képviselő nincs benne. Jó. Első napirendi pont, előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. Bizottsági vélemény van, esetleg Marosi György elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak, a Gazdasági Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja. Igen, kérdés, hozzászólás. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. A 2. napi rendet ugye levettük. Jön a 3. Itt azt hiszem, hogy tegnap ilyen módosító javaslatok fogalmazódtak meg. Az nem tudom, az ki lett küldve? Nem, el kell mondani. Akkor nem tudom, ki mondja el? Te? Hát most nem én is, hanem jegyző urátok, neked kellene. Igen. Köszönöm szépen. Ezt a témát tárgyaló 2 bizottságnak az ülésén vetődött fel, és egyhangulag javasolja ez a 2 bizottság. A felhívásban, tehát mindkét pályázati felhívásban, a első oldalon a pályázati feltételek, ez a 3. pont, alábbi változtatását. Marad a cselekvőképesség, büntetlen előélet. A 3. francia bekezdésben az szerepel, hogy szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség. Tehát a műszaki vagy közgazdasági kimaradna, és a főiskolai bejönne. Szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség. A következő francia bekezdésnél az van írva, hogy közszolgáltató gazdasági társaságnál, ez értelemszerűen a fürdő nem is az, tehát itt hiba történt részünkről. Közigazgatási szervnél, vagy gazdasági társaságnál, többi az marad, csak a közszolgáltató helyett közigazgatási szerv kerül be. Köszönöm szépen.
Igen, képviselő úr, így volt? Így, jó. Ja. Akkor hallgassuk a bizottság véleményét, ha van, nem muszáj. Igen. Tessék. A gazdasági bizottság megtárgyalta tegnapi ülésén és egyhangulag elfogadásra javasolja. Ugyanez történt a turisztikainál is, csak képviselő úrnak még a laptopja nem állt, és még pakolja, úgy voltam, hogy akkor elmondom, hogy ott is ugyanez történt. Mind a kettő ezekkel a módosításokkal egyhangulag támogatta a kiírást. Igen, kérdése van-e valakinek? Kíván-e valaki hozzászólni? Ki támogatja az előterjesztést? Mindenki, akit jelen van, támogatja. Negyedik napirendi pont, előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára. Itt lesz bizottsági vélemény, nem lesz. Kérdése van-e valakinek? Kíván-e valaki hozzászólni? Ki? Antalné Tardérén képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt polgármester úr. Egy nagyon tartalmas anyagot kaptunk, az esélyegyenlőség valamennyi területére kiterjedő program aktualizálása történt meg, nem csak konkrét adatokkal, hanem azokkal a programelemekkel is kiegészült, amelyek a következő időszak pályázati lehetőségeinél hasznunkra válhat. És a munkát azt gondolom, hogy nagyon jól irányítja ezen a területen. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Mindenki, akit jelen van. Hatodik napirendi pont még a 2015 évi költségvetésről szól. Ötödik. Nekem rosszul van, igen, bocsánat, akkor alkalmazkodom, igen, a meghívóhoz. Akkor mégiscsak a 16. évi, akkor azt elővesszük. Jó. Lehetett fordítva, szoktuk meg logikusan. Mindegy, meg fogjuk oldani így is a feladatot. Kérem szépen, nehéz azt úgy eltalálni, hogy az ember ne essen abba a hibába, hogy mindig panaszkodik, meg az se legyen, hogy esetleg túlzott biztatásokat adjunk, aminek nincs meg az alapja. Én azt gondolom, hogy a város működtetése ebből a pénzből 2016-ban is biztosítható. Nem hinném, hogy lesz olyan intézmény, amely ne tudna jelenleg, vagy legalább a jelenlegi szinten működni. Nem hinném, hogy olyan gondok lennének jellemzők a hajdúszoboszlói intézményre, amelyekről sok esetben az országos sajtóban olvasunk. Azt gondolom, hogy mind az intézményeink fenntartására, mind a város működtetésére, ideértem a köztisztaság és az egyéb közszolgáltatásokat, a feltételek adva vannak. Persze szoktam volt mondani, az ember olyan típus, hogy mindig többre vágyik, ugye a lehetőség, az érdek, az a cselekvés mozgatórugója, azt hiszem ez egy ilyen klasszikus tétel volt valaha. Hát itt is így van, hogy az emberek mindig többet akarnak, nagyon sok jogos igény fogalmazódott meg, ebből a szempontból ez a költségvetés nem tartalmazza mindnek a fedezetét, ezt meg kell őszintén mondani. Nem azért nem szerepel ebben több cél, más cél, mert esetleg nincs meg hozzá a képzelőerőnk, vagy ne tudnánk, hogy mi a lakosság igénye. Egyszerűen arról van szó, hogy talán akik többet foglalkoznak a költségvetéssel, a város pénzügyi feltételeinek vizsgálatával, azok látják, hogy többé-kevésbé ezek azok a célok, azok a reális célok, amelyeknek megvalósítására 2016-ban gondolhatunk. Egyébként is a fejlesztéseket tekintve olyan esztendő lesz ez, hogy inkább egyfajta készülődés, ugye ez összhangban áll az Európai Uniós tagságunkkal is, mert hogy a pénz jelentős részét onnan kapjuk. Ugye ott egy új 7 éves ciklus indul, a ciklus kezdetén általában jellemzőek azok a dolgok, amelyek hát olyan kezdeti nehézségekről tudósítanak bennünket,
itt is így van, de mi több pályázatra készek vagyunk, részben most is folyik előkészítő munka, és én remélem, hogy látható lesz, ha nem is feltétlenül a 2016-os esztendőben, hogy az a szerény, de biztos fejlesztési lehetőség, vagy amit már megszokott itt a város közvéleménye, az a következő években is jellemző lesz Hajdúszoboszlóra. Úgyhogy bizakodó vagyok, ez nem a polgármester kincstári optimizmusa, vagy kötelező optimizmusa, hanem látom a lehetőséget, és azt mondom, hogy ha figyelembe vesszük, hogy milyen gazdasági teljesítménye van ennek az országnak, mit tudunk mi most összességében, mint magyarok produkálni, akkor Hajdúszoboszló feltétlenül a sor elején kell, hogy elhelyezkedjen, vagy az elsők között kell, hogy szerényebbek legyünk, az első felében kell lenni, 3200 magyar település rangsorában, és én bízom benne, hogy ezt tapasztalni fogják a városban élő polgárok is. Ugye az elején már mondtam, erre aztán különösen igaz, hogy sok bizottság sokszor vitatta meg, volt olyan bizottság, amely kétszer is megvitatta. És hát én azt gondolom, hogy a javaslatokat is sikerült többé-kevésbé figyelembe venni, bár elismerem, hogy lesz néhány olyan javaslat, ami vélhetően nem kap többséget, azért voltak itt már előzetes szavazások a bizottságülésen. De ha csak ennyi a gond, amennyit a javaslatokban megfogalmazásra került, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy még a képviselők részéről sem érzek semmiféle negatív hozzáállást, ezt minden képviselő mondhatom egyébként is, hogy konstruktívnak láttam mindenkit pártállástól, függetlenül a költségvetés előkészítésében. Na hát a rövid kis bevezető után akkor gondolom, hogy most a bizottsági elnökök jelentkeznek, ezért így a jelentkezés sorrendjében meg is adnám a szót először Jónás Kálmán képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. A 2016 évi költségvetésünk tervezetéről a Kulturális Sportnevelési Bizottság hétfői ülésén megtárgyaltuk, előző hétfői ülésén, nem a mostani. 4 igen és 2 tartózkodás mellett támogattuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Marosi György elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. A tegnapi ülésén a Gazdasági Bizottság, mint azon bizottság, ami legutoljára tárgyalja a költségvetést, és már a módosító javaslatokat is látja. A költségvetést a polgármester úr által elhangzott kiegészítéssel egyhangulag elfogadásra javasolta, a módosító indítványokat pedig, a maradék módosító indítványokat pedig nem támogatta. Igen. Máté Lajos elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A Turisztikai Bizottság hétfői ülésén még az eredeti költségvetési verziót tárgyalta, és egyöntetően támogatta azt. Köszönöm. Ja, igen, közbevetőleg jegyzem meg, hogy nem tudom, hogy a tegnapi módosítás, ami belett építve, az nem lett ismertetve. Akkor annyit azért mondok, hogy a Puskin utca és az Erzsébet utca kereszteződésénél a tartalék terhére 6 millió forint lesz egy zebra átkelő létesítésére. Ezt már tegnap mondtam, ezt nem most találom ki, tanúsíthatják itt sokan. Csak ezek szerint ez nem lett beépítve az anyagba, és ugyancsak szó volt róla, hogy van azért egy-két ilyen pontatlanság. Egyre emlékszem, hogy a kosárlabdapálya az végülis a szilfák alján lévő kosárlabdapálya kategória. Mással nem emlékszem most így. Hogy? Ja, hogy igen, hogy még arról is szó volt valóban, hogy ez így talán nem éppen szerencsés megfogalmazó hősök, de feldíszítése. Ez alatt azt kell érteni, hogy ott, ahol az a két kép van, vagy három kép, nem is tudom, hogy kell nevezni, hát oda valamit képzelünk, amire várjuk már nagyon régen, hogy akad egy olyan művész, aki számunkra elfogadhatót nyújt, szobor, porcellán, kerámia, fém, minden szóba jöhet. Volt is már több javaslat, én mutattam is képviselők, amik érdeklődtek erről, de végülis még olyan nem látszik, hogy mi lesz oda készítve. Na, vagy mi lesz elfogadva. Akkor folytatnánk, ugye a bizottsági elnökökről volt itt szó, Orosz János képviselő úr.
Köszönöm szépen az úr polgármester úr, a Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja egyhangulat. Köszönöm szépen. Igen, és végül Kocsis Róbert elnök úr. Az Igazgatási Egészségügyi Szociális Bizottság megtárgyalta a javaslatot, és 5-1 nem arányban támogatta. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Kérdése van-e valakinek? Nincs, akkor hozzászólások. Jónás Kálmán képviselő. Köszönöm szépen, szó, polgármester úr. Mint ahogy ön is mondta, tényleg ez egy nagyon jól előkészített anyag, mint ahogy minden évben az volt a hivatal, tényleg nagyon-nagyon jól dolgozott, és nincs olyan nagyobb fajsúlyú javaslat, amit át lehetne vinni. Egyetlen egy problémám van nekem ezzel a költségvetéssel, hogy néhány olyan súlypont került rossz helyre, amit én úgy gondolok, hogy ezt mindenképpen korrigálni kellett volna. El kell mondanom, hogy egyetlen egy ellenzéki javaslat sem került beépítésre ebbe a költségvetésbe. Tehát ez a elmondhatjuk azt, hogy ez az Egyesületnek a saját költségvetése. Néhányat azért én felemlítenék azok között, a programpontok között, amik nem kerültek elfogadásra. Épp itt csatolok oda a Hősök tere fellészítése sorra, ha már így hívják, akkor így hívják. Több megkerés is érkezett nem csak hozzám, hanem megszólítva az összes képviselőt, hogy a lakott külterületi utak környékén lakóknak a helyzete nagyon-nagyon rossz. Hiába veszik meg a fát például, nincs olyan szolgáltató, aki elvinné nekik. Én úgy gondolom, hogy a Hősök tere fellészítése az egy presztízs beruházás ebből a szempontból, és mindenképpen fontos lett volna, hogy ennek a keretéből átcsoportosítsunk még 12 milliót a most meglévő három mellé, és akkor már 15 millióból az ottani helyzet valamennyire normalizálható lenne. Én úgy gondolom, hogy az ott lakók helyzete sokkal fontosabb, mint a Hősök tere feldíszítése. Másik javaslatom az volt, csatlakozva a fideszes képviselőtársaim javaslatához, hogy a piacnak a lefedésére mindenképpen meg kellene a tervet készíteni, mert bármikor írhatnak ki egy olyan pályázatot, egy EU-s pályázatot például, hogy ezt meg tudnánk valósítani minimális vagy akár önrész nélkül is. Ez sem került beépítésre a költségvetésbe, holott a fideszes képviselőtársaim aláírásgyűjtést is kezdtek ennek érdekében, ahol rengeteg árus és vásárló is aláírta. A rendkívüli testületi ülésen 200 milliós állami támogatás kiosztásakor jeleztem már az akkor itt lévő képviselőtársaimnak, hogy a Gábor Áron utcának a felújításból kimaradt 150 méteres szakaszának a befejezését kiemelt fontosságúnak tartom, mert a Bánomkert összes vendége ezen az útszakaszon gyalogosan közelíti meg a fürdőt, és ez nagyon balesetveszélyes, tehát nem csak az út rossz, hanem balesetveszélyes is, és ezért tartom fontosabbnak ennek az útnak a kiépítését, mint akár a város másik területein lévő utaknak is. Ez sem található a költségvetésbe. Másik javaslatom volt, hogy a körpálya mellett, a hála Istennek felépült körpálya mellett minden évben csináljunk egy sportcélú létesítményt, és a ciklus végére így egy ilyen kis mini sportkomplexumot sikerülne ott létrehoznunk. Nagy szükség lenne a városba a dühöngőkre. Futball céljára is használható dühöngőkre. Az én javaslatom az volt, hogy ide építsünk egy kerítéssel körbevett dühöngőt 4 olyan kosárlabda palánkkal, ami kosárlabdázásra is alkalmas.
Ilyen ugyan épül a belvárosba, de igen eltúlzónak tartom a 23 millió forintos keretet, ebből simán át lehetne csoportosítani egy ilyen célra. Tehát összességében annyit szerettem volna mondani, hogy, és még egyszer kiemelni, hogy a Párbeszéd hívének tartott összefogás egyetlen egy ellenzéki képviselői javaslatot sem fogadott el. Köszönöm szépen. Igen, köszönjük szépen. Harsány István képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, képviselőtársak. A három fideszes képviselő, mint ahogy az előbb hallottuk, Majoros Petrán, Kocsis Robert és én jómagam beadtunk polgármester úrhoz egy kérelmet a költségvetéssel kapcsolatban, időben és megfelelő formátumban. Sajnos nem támogatta egyik bizottság sem, ahol szóba került ez. Én kérem, hogy a testület tagjai fontolják meg. Az első a zöldségpiac lefedésének tervkészítése, mint amiről szó volt, nem akarom ezt tovább részletezni. Extrém sportpálya világításának kiépítése 4 darab világítótesttel, mint egy 2 millió forintért, 3 darab digitális sebességmérő kiépítése a Dózsa-György úton, a Penny munkahelyi központ és Tesco felől városunkba érkezők számára, mint egy 2 millió forintért, és a Bihari Surányi utcánál a galambházak mögött lévő rekultivált területen játszótér létesítését kérnénk, mint egy 10-15 millió forintért. Én kérem, hogy polgármester úr támogassa ezt a javaslatomat, hisz polgármester úr a 3-as körzet lakóinak is polgármesterem, így ők is szeretnének fejlesztéshez jutni, ugyanúgy, mint a város többi lakója. Köszönöm szépen. Igen, én tulajdonképpen akár a Jónás Kálmán által elmondottakkal, akár a Harsányi képviselőt által elmondottak egyetértek. Annyi a különbség közöttünk, hogy én ezeket mind támogatónak vélem, de azt nem gondolom, hogy egyszerre mindent meg lehet valósítani. Következő években majd sor kerülhet egyik másikra. Otthon se a család sem mindent valósít meg egyszerre. A ház is úgy épül, hogy tető alá hozzák, aztán majd, ha lesz pénz, akkor megint folytatják. Tehát én nem mondok ellent, hogy ezek nem jó célok. Csak azt mondom, hogy most nem látom a fedezetét. Azon túl hát vannak olyan dolgok, amelyekre még pályázati kiírás sincs. Én azért a fióknak nem gyártanék terveket. Ha lesz, természetesen megfontoljuk a piac befedését is. Azt is támogatják képviselőtársaim, és nincs itt közöttünk komoly ellentét, pusztán az, hogy azért azt várjuk meg, hogy lesz-e ilyen pályázat. Ha nem lesz, akkor nem kellene pénzt megvalósíthatatlan célra fordítani. Kanizsai György képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. Én a Jónás Kálmán képviselőtársamnak a hozzászólásának egy részéhez szeretnék hozzászólni, amely személy szerint engem érint. Tegnap a Facebook oldalon, az egyik ilyen zárt csoportban, amit úgy hívnak, hogy Panaszláda, képviselőtársam közé tett egy olyan posztot, amelyben az én nevemet is leírta, mondjuk nem pont az én nevemet, mert az én nevemet Y-nal írják, de megemlített benne, és hát végül is fogjuk rá, hogy azért ezt lehet érzékelni, hogy engem akart képviselő úrat megemlíteni. Ezt a beírást, ezt én több szempontból is etikátlannak tartom, ugyanis képviselő egy olyan csoportba szólított meg engem, amely neki nem vagyok tagja, így nincs módom arra, hogy reagáljak, hogy kifejtsem az álláspontomat, hogy meggyőzzem a Panaszládának a posztíróit, hogy igenis más módokon lehet majd a dűlő utakat rendezni. Az az összeg, ami be van jelenleg csoportosítva, vagy jelenleg be van tervezve, ez az összeg, ez valószínűleg elegendő lehet kiegészítésekkel. Másik szempont pedig az, ami miatt szintén etikátlannak tartom képviselő úrnak a beírását, hogy a gazdasági bizottságnak több tagja is van, olyan tagja is van, akinek szintén van zárt kerti dűlő része körzetének, és nem említette név szerint, csak engem próbált ezáltal negatív színben feltüntetni. De nézzük a dolognak a szakmai vagy az érdemi részét. Ugye a költségvetés első olvasatánál egy olyan anyagot, olyan táblázatokat kaptunk, ami
2017-ben nem volt egyáltalán tervezve külterületi dűlőutakra egy forint sem. Én polgármester úrnak írtam egy levelet, mutatnám közben képviselőtársamnak is, még november 30-án az első olvasat áttanulmányozása során bennem egyből megfogalmazódott, hogy az ott lakóknak tavaly évben sem sikerült különösebb dűlőút javítást elérni, hogy az idei év költségvetése egy kicsit lehet, hogy meg fogja engedni, hogy valamilyen módon be tudjunk avatkozni. Én kértem polgármester úrtól, hogy 3 millió forintot ütemezzünk be, vagy tervezzünk be ezeknek a dűlőknek a javítására. Ezt polgármester úr akceptálta, nem csökkentett vele semmit, mind a 3 millió forintot beépítette. Én ezt ezúton is szeretném megköszönni, nem az én saját nevemben, hanem az ott lakóknak, tehát az átkerten lakóknak a nevében. A másik érdemi része ez a hozzászólásom pedig az, hogy ugye itt olyan mértékű és olyan észszerűtlennek, általam észszerűtlennek tartott összegről van szó, ami sem a korábbi években, sem szerintem, hogy elkövetkezendő jövőben nem lesz lehetőség. Tehát én a fokozatosság, a mérsékletesség híve vagyok. Én azt gondolom, hogy ha minden évben valamit tudunk javítani az utak állapotán, akkor az ott lakóknak is ez megnyugtató lehet hosszú távon is. Nem az elvárásuk, hogy ott nem tudom, aranyból, meg milyen útból, vagy milyen anyagokból épüljenek utak, az az elvárásuk, hogy az autó ne akadjon el, amit egyébként jogosan említ képviselő, mert valóban vannak olyan dűlőutak, ahová sajnos most nem viszik ki a fát, de ez a területnek a kettős hasznosításából ered. Mi hiába csinálunk meg egy egész szakasz, mondjuk teszem fel tört betonból, hogyha ott a traktorok, a mezőgazdasági nagyjárművek egy idő után kitolják ezeket a kavicsokat, és újra kátyuk keletkeznek, tehát ez a területnek a kettős hasznosításából ered, hogy ott sajnos minden évben be kellene avatkozni, de hát minden évben nincs rá lehetőség, most úgy néz ki, hogy lesz rá lehetőség. Az összeget tovább boncolgatva, ugye 3 millió forint van erre betervezve, de azt senki nem tiltja egyetlen képviselőnek sem, hogy a saját keretéből, ami ugye a tervezet szerint minden egyéni képviselőnek lesz 5 millió forintos kerete, hogy ebből, ha szükséges, akkor átcsoportosítson ezekre a dűlőutakra. Ez az egyik része. A másik része pedig az, amit én külön sajnálok, hogy képviselő úr ezt valahogy elfelejtette, miszerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT az előzetes tervek szerint jövőre megkezdi a vasúti felüljárónak a kivitelezését. Ezzel kapcsolatban voltak egyeztetések, lesznek egyeztetések. Orosz János képviselőtársammal érint bennünket ez, de mondjuk mi ezekre nem nagyon voltunk meghívva, képviselőtársam többször is vett ilyen részt, és ott elhangzott, egyen ott voltam én is, és elhangzott a Heinrich László projektvezető úrtól, hogy a forgalomnak az elterelése céljából lehet majd lehívni a dűlőutakra is olyan kisebb összeget, tehát a projekt teljes egészéhez képest kisebb összeget, ez ugyanúgy néhány milliós összeget fog jelenteni, amivel a dűlőutaknak ideiglenes járhatóságát még inkább fogják tudni fokozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az összeg, amit képviselő úr egyéni javaslatként megfogalmazott, én ezt nagyon túlzónak tartom. Én egy jóval kisebb összeget még tudtam volna is támogatni, de ilyen nagy mértékben nyilván nem. Én azt gondolom, hogy az én körzetemről tudok csak nyilatkozni, másik két képviselőtársam nyilván saját maga tudja, hogy ott az emberekkel milyen a kapcsolat, amik az elvárások. Az én körzetemben azt gondolom, hogy az a leginkább az elvárás, hogy valamilyen szintű beavatkozás történjen meg, ami észszerű, ami a költségvetésben betervezhető, és amit gyakorlatilag minden képviselő tud támogatni egyöntetően. Ezért nem támogattam a képviselő javaslatát. Köszönöm szépen, program, és ennyit szeretném volna hozzáfűzni. Én is köszönöm szépen. Kétségtelen, hogy az eredeti költségvetésben, vagy a tervezetben nem szerepelt, és ez jól bizonyítja azt, hogy azért mások is figyelik, így a képviselő is figyeli, és én el is fogadtam a javaslatát, tehát az ő felvetésére került ez be. Én nem kötődöm olyan értelemben az a közethez, hogy az egy város lakossága választott meg. Kicsit kellemetlen mondatokat tudok mondani, és az pedig úgy hangzik, hogy nyilván nagyon hosszú időnek kell ahhoz eltelnie, hogy hasonló feltételek legyenek a külterületen, ha egyáltalán lesznek, mint sem a város belterületén. És bizony az út is ide fog tartozni. Egyébként megjegyzem, hogy ez az az eset, amikor 13 millió forintból sem sokkal többet tudnánk elérni, mint 3 millió forintból, mert mi várható most, hogy mi történik? Rendbe teszik az utakat tavasszal, ide szilárd anyagot hozni biztos, hogy nem lehet, hisz hatalmas traktorok mennek, idei óráig lehet ott. És hát sajnos ősszel megint bizony rossz állapotok uralkodnak majd, akik ott laknak, szegények ezt megszenvedik,
nem örülnék neki én se, hogyha ott kellene laknom. De látványos megoldás nem lesz egyik napról a másikra, egy hosszadalmas folyamat az lehet, hogy lesz. És akkor igyekszünk javítani, ez egy szándékgesztus, hogy próbálunk ezen is javítani. Jónás Kálmán képviselő úr. Szépen szó, polgármester úr. Tényleg annyi minden felmerült képviselőtársam hozzászólásában, hogy nehéz lesz mindenre válaszolnom. A legelső és a egyik legfontosabb, hogy a nevével kapcsolatos elírásáért elnézést kérek, már javítottam is. Igyekszem erre legközelebb odafigyelni. Több felvetés is és kérdés is volt. Én eleve úgy javasoltam, hogy a sor nevezzük át, lakott körülterülő utak karbantartása és közvilágítás fejlesztése sorra. Tehát nem csak az utakat szándékoztam én ebből rendbe tenni, hanem a közvilágítást is, mert egész pontosan most az fordul elő, hogy világítatlan úton mennek haza a gyerekek is az iskolából, ami szerintem a városban teljesen megengedhetetlen. Ha éppen azért nem tudjuk javítani, mint ahogy polgármester mondta, hogy épp azért nem tudjuk az ott lakók helyzetét gyökeresen javítani, mert nem rakjuk oda azokat a forrásokat, amiből ez megvalósítható lenne. Tehát 3 millió forintból, hogyha ismerve a hajdúszoboszlói árakat, ez 3 millió forintból kb. 300 méter útnak felújítása valósulhat meg. Én ezt mindenképpen kevésnek tartom. Én úgy gondolom, hogy addig nem történhet semmilyen presztízs beruházás a városban, amíg ezek az emberek ilyen körülmények között élnek. Én összeírtam csináltam egy összeállítást azokból a panaszokból, amik beérkeztek, hogyha a képviselőtársaim ezeket elolvassák, akkor világosan látják, hogy milyen helyzetben élnek az ott élők. És én most csak azt mondom, hogy semmilyen összeg nem sok arra, hogy az ő helyzetüket javítsuk. Igen, köszönöm szépen. Marosi György képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. Én igazából nem akartam hozzászólni ehhez a vitához, mert azt gondolom, hogy ez a költségvetés, ez mondjuk úgy, hogy semmivel sem rosszabb, hogy polgármester mondja, mint a tavalyi, semmivel sem jobb. Azt gondolom, hogy ugyanazt tudja javítani a város lakosságának, mint az elmúlt években is, vagy évtizedekben is, ugyanazt a fejlődési szintet tudja a városnak előremutatni, de mikor a körzetemet érintően hozzászólásában érintettek képviselőtársam, akkor elmondanám, hogy kicsit azt érzem, hogyha van rajtunk sapka, az a baj, ha nincs rajtunk, az a baj. Az előző évben azt hallgattam velem szemben ülő képviselőtársamtól, hogy a nagyobb gyermekek számára nem akarunk a lakótelepen mozgás lehetőséget biztosítani. Most, amikor az eltökélt szándék van, hogy megtalálva azt a helyet, és hogy a nagyobb, úgynevezett 10 éves korosztálytól felfele is tudjanak mozogni, és mozgás lehetőség legyen, és ugyanilyen zárt fórumokon kígyók, békát köpködtek ránk, hallgathattuk, hogy a panaszokat, ezzel kapcsolatban, hogy miért nincsen, akkor most, amikor beépítjük, akkor pedig az a probléma. Nem gondolom azt, hogy a hivatal rosszul árazta volna be ezt a történetet. Ma Magyarországon az egyik legnehezebb az, hogy a veszélyes hulladékok elszállítása, a régi lerombolt részek rekultiválása, felújítása. Igen, valószínűleg azt gondolom, hogy még ez is kevés lehetett volna ez az összeg. Láttunk mi ennek egy első árazását, ami alapján még több is volt ez az összeg. Hogyha az egészet megcsinálták volna, akkor ki is húztunk belőle, mert azt gondoltuk, hogy az észérvek mellett és az ész költekezés mellett kell ezt megcsinálni. Azt gondolom, hogy ez nem rossz, és azt gondolom, azt pedig kikérem a lakótelepen élők nevében is, hogy a lakótelepen élő embereknek, vagy gyermekeknek ne legyen mozgási területük, és ők ne tudjanak mozogni ott, ahol élnek, hogy nekik ki kelljen menni a repülőtérre. Azt gondolom, hogy a Bánumkertből le könnyebb kimenni, de azért azt a 10 éves gyereket egyikőjük sem engedné ki, hogy kimenjen a reptérig egyedül mondjuk mozogni. Azt gondolom, hogy minden körzetnek megvan a specifikus része. A lakótelep az egyik legkisebb,
de mégis a legjobban lakott része a városnak, ahol legtöbben laknak, itt lakik a legtöbb idős és a legtöbb fiatal is. Ebben a körzetben itt vannak kisgyermekesek, mindenkinek meg kell találni. Tavaly évben megtaláltuk a kisgyermekeseknek azt a lehetőséget, sőt, hogyha a Zöldváros Központ létre fog jönni, akkor pedig még lesz egy játszóterünk is, pluszban ebbe a körzetbe. Most a nagyobbaknak találjuk meg, találtunk a felnőtteknek, jövő évben pedig megnézzük azt, hogy az idősebbek részére milyen fejlesztést lehetne a körzetben tenni, de mindenképpen kikérem azt, hogy a lakótelepi élőket így megkülönböztessük, hogy nekik ki kelljen menni a városon kívülre bármit is csinálni. Azt gondolom, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint akik a csatornakertben élnek, ők ugyanúgy megérdemlik azt, hogy a lakótelepen lehessen mozogniuk. Köszönöm. Kanizsai képviselő úr. Köszönöm szépen. Nem akarok én itt most semmiféle konfliktusba keveredni senkivel, tehát nem az a szándék vezérel engem, de két dolgot azért csak szeretnék tisztába tenni. Az egyik az, hogy amit Jónás Kálmán képviselőtársam elmondott, hogy a közvilágításra is gondolt, hát ugye pont amit elmondtam, ez ugyanaz a válaszom rá. A NIF, tehát a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a beruházással egyidejűleg a felüljáron és még azt követően egy pár száz méteres szakaszon, ameddig a terveken szerepel, a közvilágítást ki fogja építeni a gyalog és kerékpárúttal egyetemben a Szováti úton eddig a szakaszig, tehát az első pár száz méteren is. Nekünk ugye a folytatásáról kell gondoskodni, de hiszen erről meg már döntött a testület, például a gyalog és kerékpárútnak a folytatására már elkülönítettünk az idei évben, már az meg is valósult szerintem a terveknek az elkészítésére. Tehát a közvilágításra is ugyanez vonatkozik, és az első a dűlő jobbra, amit ha átmegyünk a sineken, akkor az az erdő dűlő. Ugye ott szerintem leginkább ez az, amit képviselő úr is feszeget, hogy ott valóban nincs közvilágítás, ugyanakkor azt meg tudni kell a terveket, aki ismeri, és képviselő úrnak is ezek belettek mutatva ezek a tervek, hogy az erdődűlőnek az első talán 100-200 méteres szakasza az a téglagyári útnak a felüljáró alatti hosszabbítása lesz, ez egy szervízút lesz majd, ahol szilárd útburkolat is lesz ezen a pár 100-150-200 méteren, illetve a közvilágítás is ki lesz építve a forgalom miatt. Tehát gyakorlatilag, ha oda most mi telepítenénk önerőből a közvilágítást, az jóval többbe kerülne, mintha megvárjuk azt, hogy a NIF megcsinálja, és nekünk a folytatását kell majd ugyanúgy megcsinálni. Tehát jóval egyszerűbb lesz a helyzetünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a közvilágításos témával, ezzel szintén nem lenne érdemes ott az ott lakókat feszegetni, vagy az ott lakókat lázítani. Én elmondtam már nekik több fórumon és több különböző személyes megbeszélés alkalmával, hogy sajnos most még várni kell egy picit, de a türelem rózsát terem, ahogy a közmondás is szól. A másik pedig csak annyi, hogy azért ezek a számok, ezek nem biztos, hogy úgy vannak, ahogy képviselő úr elmondta. Tehát a képviselő pontosan úgy mondta, hogy 3 millió forintból kb. 300 métert fogunk tudni megcsinálni. Ez nem így van. Ezt azért is tudom, mert mondjuk két évvel ezelőtt nekem a csatornakertben a 3-as dűlőt, azt 500 métert csináltattunk, és az került olyan, ha jól emlékszem, akkor, nem, bocsánat, 250 métert csináltattunk, és az került 500 ezer forintba. Tehát ami azt jelenti, hogy egy olyan 200-250 ezer forintba kerül 100 méterre. De a probléma nem is erről szól, hanem arról, hogy mondjuk nekem az 1-es, 2-es, az Alma és a Pityeri dűlőn, azt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most ott 4-5 méter szélesen telibe fogjuk majd az útalapot elkészíteni, hanem ott már van egy járható út, és ott a kátyukat kell tulajdonképpen megfelelő anyagokkal betömködni, hogy az autók normálisan tudjanak közlekedni. Tehát ez a 3 millió forint plusz, amiket mondtam még, hogy a körzetképviselők is a saját keretükből tudnak óracsoportosítani, ez arra elegendő lesz, hogy egy-két évig, mindenképpen egy-két évig az utak járható állapotba fognak kerülni. Arról meg sajnos az ott lakók se tehetnek, de a földtulajdonosok se tehetnek, hogy a földet nekik meg kell művelni, az ott lakóknak közlekedni tudni kell. Ez a kettősség, ez sajnos, ahogy polgármester úr is elmondta, ez valószínűleg amíg ott emberek fognak lakni, másik szomszédjába pedig földet művelni, addig ez sajnos ez meg fog maradni, ez a kettősség. Tehát az önkormányzatnak nincs más lehetősége, mint az, hogy évente, két évente valami kisebb összeggel ezeket az utakat újra járhatóvá teszi. Én többször ígérem, hogy nem szólok ez a témához. Köszönöm szépen. Jónás Kálmán úr. Köszönöm szépen a szót. Maros képviselőtársamnak köszönjük a kampánybeszédet. Nem tudom, abban a körzetben is választás lesz esetleg? Nem tudom. No, én mindenképpen... Na... Hallgassuk meg a rövid tömör, és aztán most már tényleg le kell zárni, mert nem ér az egész ilyen hosszadalmas. Én is tehát gondolom. A problémát ismerjük, tudom. No, megoldani nem tudjuk, sajnos egyből. Én egyetlen egy mondatomban nem írtam ezt le, hogy a lakótelepen élők ne jussanak sportolási lehetőséghez. Én megjelöltem azt a forrást, amit én erősen
túlzónak tartok. És a körzetben streetball palánkoknak a felépítését javasoltam, ami ugyanúgy sportolási lehetőségre alkalmas. A másik kanizsai képviselőtársamnak pedig az előterjesztése, vagyis a kérelmemben úgy írtam, hogy természetesen a fejlesztéseket össze kell hangolni a vasúti csomópont átalakításával, tehát én is gondoltam erre, és úgy gondolom, hogy továbbra is úgy gondolom, hogy ez az összeg nem túlzó ennek a körzetnek a helyzetének a javítására. Köszönöm szépen. Igen, Orosz János képviselő úr. Polgármester, én kanizsai képviselőnek szeretnék segíteni, csak egy mondattal, hogyha lehet ott a dűlőutak karbantartására fordított összegből, ezt az erdődűlőt, ezt a ominózus részt, mert amatt egy olyan 300 méter, hogy többször gyalultatni, ha lehet évente 5-ször, 6-szor, akár többször is végigmenni egy tolóalap, ez nagyon sokat segítene az út minőségét javítani, mert traktorok kimennek, de személykocsi vagy gyalog, kerékpár nem tud. Tehát ez egy nagy segítség lenne, többször évente egy tolóalappal ezt megrendezni. Akár ez sok segítség lenne, akár évekre előre is most, ha azt mondom, hogy ezt rendszeresen csinálná a dűlőút fenntartásával egybe, vagy annak még többször is megismételni. Köszönöm szépen ezt. Máté Lajos képviselő. Szóval tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület, nekem ennek az egész vitának az optikája nem tetszik. Én azt gondolom, hogy és évek óta részt veszek a város költségvetésének vitáiban, elfogadásában. Én azt gondolom, hogy amikor mi idejövünk testületi ülésre, akkor már egy több oldalról is hát átnézett tartalmában, mindenében, arányaiban összehangolt költségvetés kerül ide, ami egyrészt a különböző szakmai egyeztetéseken, másrészt pedig a szakbizottságok ülésein kristályosodik ki. Az, hogy valakinek, egy-egy képviselőnek a javaslata nem épül be a költségvetésbe, azt én nem tartom szentségtörésnek. Az viszont szerencsétlen megjegyzés, hogy itt a testület ellenzéki, meg nem ellenzéki képviselőkből áll. Én azt gondolom, hogy mindenki azért ül itt, hogy a várospolgárai előre jussanak, és felelős döntéseket kell hoznunk. És hogyha itt a részletekbe belemegyünk, a nullához képest a 3 millió forint is azt gondolom, hogy komoly előrelépés. És ja, hát igen, szóval ellenzéki, meg nem ellenzéki képviselők, hát akkor a fideszes képviselőktől kérdezem már meg majd képviselőtársam, hogy amikor nem voltak úgymond ellenzékben, akkor ezeket a javaslatokat miért nem tették, vagy miért nem építették be a költségvetésbe, talán még többséget is kaptak volna. A másik, ami az arányokat vagy a számokat illeti, ugye a nullához képest a három mások, de azt képviselő sem mondja el, hogy az extrém pályára az idén 10 millió forint volt eredendően előirányozva, ez lett aztán megduplázva. És nem akartam ezzel előjönni, de nekem pont egy dűlőúton lakó, akikre képviselő hivatkozott polgár mondta, hogy na bezzeg, arra van 20 millió forint, de hogy ezt rendbe tegyék, nincsen. Én azt sem gondolom presztízs beruházásnak, de némelyek a városban azt is annak gondolták. Tehát lehet ezt a vitát így boncolgatni, csak azt gondolom, hogy ez így hát demagóg. És ezzel lehet könnyű népszerűséget szerezni, de én azt gondolom, hogy ennek a felelős döntésekhez hát csak érintőlegesen van köze. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha itt megőrizve ebbéli méltóságunkat nem szednénk ezt most már egy darabokra, és pláne nem kellene háromszor azt hallanunk, hogy itt a város presztízs beruházásokat finanszíroz, mert azt gondolom, hogy ezt semmilyen beruházásról nem lehet elmondani. A piacról meg kell kérdezni a város főépítészét, aki maga azt javasolja, hogy ebben a struktúrában magántulajdonú üzletek fölé önkormányzati pénzből idegen tulajdonon beruházást nem szerencsés tenni. Ez a piac jelenleg is kicsi. Arra persze, hogyha a pályázat, bármilyen pályázat lehetőséget teremt, akkor én is azt mondom, hogy fogjunk bele és csináljunk valami rendeset. De nem olyan egyszerűek ezek a kérdések, mint sem itt a tévé vagy a közvetítés előtt ezt ilyen leegyszerűsített módon lehetne az embereknek tálalni. Úgyhogy én azt gondolom, ez nem jó út. Én azt javaslom, hogy ezt a beterjesztett költségvetést az már említett változtatásokkal fogadjuk el. Köszönöm. Igen, én sem tudok egyetlen presztízsberuházásról, sem a városban. A presztízsberuházás az, aki
amely nem találkozik a széles tömegek igényével, és hát valakinek vagy valaminek a célja érdekében épül. Itt nincs ilyen beruházás. A 5 milliárdos költségvetés mellett föl sem vetődhet, hogy most az a 11 néhány millió, amit a Hősök tere szépítésére költenénk, az presztízs beruházásnak minősül, azaz valahol más kategória. Szememben presztízs beruházás a 150 milliárdos stadionépítés. Tudom, mit szólnának, hogyha a tanyám végében én is építenék egy ilyen felcsúti stadiont, az presztízs beruházás. Vagy mondhatnék sok ilyet, de akkor már áttérünk a politikára. Én egyiket sem akarom építeni. Én is azt javaslom, hogy maradjunk a témánál, és az 5 milliárdhoz képest jól mutatja, hogy a módosító javaslatok azok olyan 30 millióról, 40-ről szólnak itt maximum, tehát ez az 5 milliárd, akkor számolok 500 millió, ez nem ér el az 1%-át sem. Tehát ezek szerint kijelenthetem, ugye, mert ez tényeken alapul, hogy 99%-ba ha ez az oldal tette, ha az az oldal, mi egyetértünk a költségvetésben. Na most ezen az 1%-on meg az, ez egy ezre elég? Nem, hát itt összesen van 50, szűk 50, 40, arra mondtam. Tehát akkor meg azt javaslom, hogy ezen az 1%-on most ne veszünk össze. Majoros Petronál a képviselő. Köszönöm szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtársak! Megnyugtatónak tartom, hogy a város üzemeltetésére, működtetésére, intézményeinek fenntartására a szükséges fedezeti forrás rendelkezésre áll az idei költségvetésben. Azt is, hogy több mint 340 millió forint tartalék is képződik, amely megnyíló pályázatok esetén önerőként is szolgálhat. Ugye 235 millió forintot fordít jövőre várhatóan a költségvetés elfogadása után az önkormányzat útfelújításokra. Ezen utak jelentős részére még az előző képviselőtestület már elkészítette a terveket, úgyhogy a gyümölcs örömünkre beérik. És az is örvendetes, hogy az intézmények állag megóvására is igen jelentős összeg kerül idén 100 millió forint. Ez is egy nagyon fontos tétel, és hát vannak egyéb fontos tételek is az idei, illetve a következő évi költségvetésben. Arra azonban nem emlékszem, elég régóta vagyok képviselője a város testületének, hogy fogalmazunk úgy, hogy az ellenzék akár egyetlen javaslatát is ne támogatták volna, ha mondjuk 10 volt, akkor legalább abból egyet, tehát hogy minden egyes javaslatot elutasított volna a másik oldal. Soha ilyen nem történt még, és nem fordult elő, amióta én itt ülök, és javaslatokat fogalmazok, vagy fogalmazunk meg. Nem tettünk túl sok javaslatot, talán azért sem, mert tudtuk, hogy nem lesz érdemes, nem sok eséllyel fogunk pályázni ebben a költségvetésben, de tehettünk volna, sokkal jelentősebb tételeket is megfogalmazhattunk volna, hiszen vannak olyan területek, amelyeket túlzónak tartunk, vannak olyan területek, amelyeket kevésbé tartunk fontosnak, és számomra van olyan terület is, amely tisztázatlan, de ezekről a bizottsági üléseken már szó esett. Tehát így összességében én azt gondolom, hogy ez a költségvetés inkább elfogult, mint sem, hogy egyességen alapulna. Az elmúlt ciklusokban azért a nagy küzdelmek árán is, de a polgármester úr támogatásával is mindig sikerült egyességre jutnunk. Olyan költségvetés még nem fogadtunk el, hogy az ellenzék javaslatai közül egyet se támogasson a túloldal, úgyhogy ebből a szempontból én rendkívül elkeseredett és szomorú vagyok, mert így elég nehéz a közös munkát hatékonyan együtt vinni és folytatni. De hát az előbb egyeztünk meg, hogy 99%-ban egyetértünk. Itt 1%-ról van vita, persze azt lehet úgy is mondani, hogy az micsoda nagy dolog, mert a számokkal lehet játszani. Ha tavaly nem volt elfogadatlan, most meg azt hiszem 7 darab egyébként, hogy nehogy valaki azt gondoljam a tévé előtt, hogy itt oldalakon át sorolva a módosító, 7 módosítót, akkor valóban most 700%-ot romlott a dolog. De hát ez csak játék a számokkal. Én azt gondolom, hogy amit a Máté Lajos képviselő mondott, a szellemisége benne van, mindannyiunk szellemisége, hogy egy néhány tétel nem most lesz megvalósítva, hanem esetleg még egy-két évet várunk rá, és nyomatékosan hangsúlyozom, hogy 99%-ban egyetértünk. Én ebben most nem csinálnék se kormánypárti, se ellenzéki, se jobbikus, se fideszes, semmilyen témát. Fogadjuk el, és majd igyekszünk a későbbiekben is egymáshoz alkalmazkodni.
Ez lehet végszó is, mert hogy nem látok más hozzászólót, úgyhogy ha elfogadjuk végszónak, akkor én már azt mondom, szavazzunk. Először nézzük akkor a három képviselőtársamnak ezeket a javaslatait. Mindegyikre megvan a fedezet, felolvastam, most a fedezetet már nem olvasnám. Zöldségpiac lefedését ki támogatja? Négy igen, öt nem és két tartózkodás. A bihari Surányi utcáknál játszóteret ki támogat? Négy igen, hat nem és egy tartózkodás. Ki támogatja, hogy az extrém sportpályát világítsuk meg? És ki támogatja azt, hogy a digitális, hogy három digitális sebesség, amit egyébként enélkül is meg fogunk csinálni, lehet, hogy nem pont hármat, de kettőt legalább megcsinálunk, tehát akkor legyen ez az egyesség tárgya, és akkor ezt megcsináljuk, de itt formálisan nyilván dönteni kell róla. Én ígérem, hogy két sebességmérő legalább lesz a Gyorsa-György utcán, ha elfogadjuk, ha nem ezt a javaslatot. Ki az, aki támogatja? Igen, ezt sem támogatja a többség. Akkor nézzük, ki az, aki helyesli, hogy a Hősök tere helyett lakott külterületi utak karbantartására kerüljön sor. És azt gondolom, még egy van, ami megfelel a követelményeknek, ez pedig az, hogy a 23 millió forintból 15 millió forintot dühöngő, jól fogalmazok, építésére csoportosítsunk át. Ki az, aki ezt támogatja? Három igen, hat nem és két tartózkodás mellett ezt sem támogatta a képviselőtestület. Ezt megkérdezem, hogy a város jövő évi költségvetésére ki szavaz igennel. Nyolc igen és három tartózkodás mellett elfogadtuk a költségvetést. Következik a 2015. évi költségvetés módosítása. Marosi György elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. A tegnap ülésén a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja. Kérdés. Hozzászólás. Ki az, aki elfogadja? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a gyógyhely fejlesztéséről szóló bizottságülésen is elmondtam, hogy jegyző úr írt egy szép és tudományos igényű előterjesztést, mire mondtam, hogy majd arra is sor kerülhet, de most, mivel ez a munka most indul, sokkal egyszerűbb lesz, hogyha közérthetően, mindenki számára értelmezhető módon megfogalmazzuk, hogy milyen irányban induljon el a munka. Ez nem egy pályázatnak az eldöntése, ez nem arról szól, hogy konkrétan mit fogunk csinálni, ez arról szól, hogy nyilván mindent elő kell készíteni, és hogyha a képviselők többsége ezekkel az elképzelésekkel egyetért, akkor a hivatal tudomásul veszi, hogy az a feladata, hogy ezeknek a megvalósításán gondolkozzon, és amikor ezek döntésre érettek, mikor ezek tárgyiasulnak, látszik, hogy hogy néz ki, amit akarunk, látszik, hogy mi valósulhat meg, akkor majd ide hozzák ismét, és a konkrét dologról dönteni fogunk. Marosi György elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak! A tegnapi ülésén a Gazdasági Bizottság, és már ekkor már a Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság is becsatlakozott az ülésben, egyhangulag elfogadásra javasolja a gyógyhelyfejlesztési pályázatunk a tett javaslatot.
Igen, Máté Lajos képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A turisztikai bizottság magától értetően egyöntetően támogatta az előttünk lévő előterjesztést. Köszönöm. Kérdése kinek van? Jónás Kálmán képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Ha jól értelmezem, akkor ez egy irányvonal, amit itt meghatározunk ezzel a határozott javaslattal. Brilliáns, hogy értelmezed. Köszönöm a dicséretet, ez mindig jól esik. Akkor hadd tegyek én is egy javaslatot a fiúknak, ahogy szoktam mondani, polgármester úr. A határozati javaslatban úgy van írva, hogy a Jókai sorra raknánk át az árusokat. Én ezt egy picit elhibázottnak tartom, azért, mert az árusoknak a vevőköre ezzel radikálisan lecsökkeni, úgy gondolom. Tehát nem gondolom, hogy ez jó irány, hogy átvisszük az árusokat a másik oldalra. Viszont lenne egy javaslatom is ezzel kapcsolatban. Megfogalmazódott ebben egy olyan, hogy a vakparkolót megszüntetjük. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megoldás lehetne a vakparkoló megszüntetésére, az, hogy egy ilyen kis árusokkal tele egy térnek a kis kiépítése lenne ott egyforma faházakkal. Ezzel össze is kötnénk a park két oldalát, megszüntetnénk a vakparkolót, valamint az árusok is méltó helyen tudnák a tevékenységüket végezni. Én úgy gondolom, hogy ezzel ez lenne a jó irány, amit képviselnünk kellene. Köszönöm szépen. Ezeken az előkészítő megbeszéléseken voltak vita témák, de ez semmiképpen nem tartozott közzéjük. Én nem emlékszem olyanra, aki azt mondta volna, hogy ne kelljen a két parkrészletet összekötni. Hát egy bódésor, hát de mindjárt erre kitérek, hát egy bódésor, hogy kötni össze. Itt a parkot a parkkal kell összekötni, azt nem tudom, hogy tujafát ültetnénk ki, vagy banánfát, ez majd a szakértők dolga, de ez össze lesz kötve minden beton, mű, mesterséges, nem tudom minél, illetve csak olyan mértékben lesz ez, amilyen mértékben a parkokban ezt el tudjuk képzelni. Ez egy egységes, összefüggés, oszthatatlan park lesz. Arról volt szó, kétségtelen, hogy ezt az úgynevezett, nem tudom, minek nevezzem ezt a kavalkádot, ami a gyógyfürdő bejáratánál van, amelynek egyébként az ottani létéről nem is vagyok meggyőződve, hogy ez feltétlenül szükségszerűség. Hova tegyük, nem hangzott el igazán hatásos ötlet. Volt, aki azt mondta, hogy a buszpályaudvar mellé, viszont hogyha a vakparkolót megszüntetjük, már pedig az tényleg feltett szándéka volt mindenkinek, akkor csökken a parkolók helye, létszáma, és azt mondta a többség, hogy akkor valószínű, azzal rongáljuk legkevésbé a környezetet, hogyha a buszmegálló és a négyes út közötti területet alakítjuk ki későbbiekben, ha ez szükségeltetik parkoló céljára. Én azt gondolom, hogy oda is oda fognak menni, hisz az is egy másik rögeszméje volt, mondhatom ezt nyugodtan a szakembereknek, széthúzni, és minél jobban széthúzni a vendégek által látogatott területet. Én ezt elfogadhatónak tartom, de ha valaki mond egy zseniális megoldást, akkor makacsul nem ragaszkodom ehhez. Kocsis Róbert képviselő. Tisztelt képviselőtársaim, polgármester úr, én azt nem helyeslem ebbe az előterjesztésbe, hogy a szóban forgó emlékművet, tehát a város alapítására emelt emlékművet, ami azt hiszem, hogy 900 éves alapításra emelt a város, azt áthelyezzük onnan. Nem szokás ez, hogy emlékműveket az eredeti helyükről áthelyezzenek. Én nem is nagyon látom, hogy a városközpontban hol lehetne elhelyezni ezt az emlékművet. Lehet, hogy lehet alkalmas helyet találni erre. Az kétségtelen, hogy valahogy ez nem került be, ez az emlékmű
a megemlékezéseknek a vérkeringésébe, vagy a sorába, de hát ezen lehet változtatni anélkül is, hogy most azt az emlékművet elhozzuk onnan. És megmondom őszintén, hogy azt sem helyeslem, hogy a fürdőparkba újabb kávézót telepítsünk, hogyha már ennek a parknak, idézem polgármester urat, egy egységes parknak kell lenni, akkor nem feltétlenül szükséges oda még egy vendéglátó helyiség. Van ott szerintem éppen elég. Az árusító helyek Jókai sorra telepítése ellen pedig csak talán annyit jegyeznék meg, hogy hát a Jókai sorral jelenleg is éppen az a probléma szerintem az ottani pavilonoknak az a gondja, hogy az egy nem egy forgalmas hely. Tehát ugye ez látható, hogy azt, amikor azokat a pavilonokat oda a Jókai sorra oda építették, az is elhibázott dolog volt. Most, hogyha még ezt tovább fokozzuk, nem tudom, hogy helyese. Úgyhogy én ezeket a észrevételeimet tenném az anyaggal kapcsolatban. Köszönöm. Ki kívánkozik bele, nem haragszol meg érte. Pedig egy fideszesnek ezt meg kell szokni, hisz a Fidesz nagy rendező. Egyet említsek, a parlament előtti teljes teret átrendezte. Károlyi szobrát elvitették onnan, Siófokra, jól emlékszem. És így tovább. Tehát én ezt nem rólám fel a helyedbe. Azt gondolom, hogy az emlékoszlop az jellegében itt a város központjában sokkal jobban mutat. Azért mégis mi szoboszlóiak többet használjuk ezt a városközpontot, és itt van hely, hát a világháborús emlékmű előtt egész 100-200 méteren nincs különösebben, tehát én el tudom képzelni. Azokkal a javaslatokkal, amelyek azt csak annyit mondanak, hogy nem jó helyen van, azzal nem tudok mit kezdeni, mert valószínű, hogy valóban ez az árusító hely lehet, hogy most nem lesz olyan forgalmas, de hát meg kell mondani, hogy hova kell tenni, és akkor tudok erről beszélni. Ez az előkészítő bizottság ülésen komoly vitatárgya volt. A kávézó az nem biztos, hogy kávézó lesz. Azt majd meglátjuk, hogy mi lesz. A pályázat kiírása úgy szól, hogy ilyen jellegű magántőkét, ilyen jellegű vállalkozást kell bevonni, ez egyik bírálati szempont lesz, tehát valamit majd csinálni kell, én nem tudom megmondani, hogy mit majd. Ha nem lesz feltétel, akkor nem biztos, hogy lesz kávézó. Azt se kérdezze meg senkitől, hogy ki lesz az, aki be lesz vonva, nem tartunk itt. Tervezzük, igyekszünk alkalmazkodni. Egyébként én mindenkinek javaslom, én sem olvastam el, csak a jegyző úr kiokított, és elmondták, hogy milyen bonyolult pályázatról van szó. Tehát itt 1000 feltételt kell teljesíteni. Meg van szabva a belső szerkezete is, tehát mi nem úgy kapunk pénzt, mert ide nem jön a miniszterelnök, hogy bejelentse, hogy 5 milliárdot ad, mi kénytelenek vagyunk pályázni, és mi csak meghatározott feltételek mentén kapunk pénzt, és annak meg kell majd felelni. És nagyon-nagyon sok előírás van. Lehet, hogy sokkal több pénzzel is kell majd hozzájárulni, ezt sem tudjuk még, hogy lesz. Tehát én azt javaslom, hogy egyelőre fogadjátok el azt, amit mondtam, hogy ez nem több, mint az első lépés, mert ugye ilyen rendkívül bölcseleteket tudnék mondani, hogy a világ leghosszabb menetelés és az első lépcsővel vagy lépéssel kezdődik. Meg nem is folytatom, mert a végén eléggé lesüljenek a színvonalat illetően, tehát ezt nem teszem. Jónás Kálmán képviselő úr. Köszönöm szót, polgármester úr. Igen, az első lépésre mindig figyelni kell, hogy legalább a jó irányba induljunk el. Ezzel egyetértek. Én úgy gondolom, hogy abszolút nem életszerű az árusokat átvinni a másik oldalra. Tehát ha elképzeljük azt a családot, aki épp megy ki a fürdőbe, az nem biztos, hogy át fog menni a másik oldalra, a négyes másik oldalára venni egy pettyes labdát. Tehát ez a vajon, Kálmán, hogy pettyes labdát nem biztos, hogy ott kell venni, tudod?
ez egy másik kérdés. Azt a 100 forintos boltba szokták árulni jobb helyeken. Csak mondom, ez egy másik kérdés. Meg a lufikat, meg a nyalókát, ez mind olyan jellegzetes idegenforgalmi vonzer. Egyébként abban is rosszul emlékszik, polgármester úr, hogy ez a javaslatom nem fogalmazódott meg ezen az egyeztetésen, mert ugyanezt elmondtam. És, de akkor is valószínűleg ugyanennyire figyeltek rá képviselőtársaim, mint most. Egy dolgot nem mondtam még az előző felszólalásomban, hogy a szabadtéri színpad ebben az előterjesztésben most az eredeti helyszínen akarják képviselőtársaim, vagy aki csinálta a határozati javaslatot elképzelni. Akkor arról lemondtunk, hogy azt áthelyezzük máshova? Éppen azért, hogy elhúzzuk a közönséget? Lemondtunk, még... hogy röviden válaszoljuk, igen. Jó. Egyébként nem gond, tehát ha ott, hát ott. De az árusoknak az elvitelét, azt én a magam részéről abszolút nem tudom támogatni. A vakparkoló ilyen jellegű kialakítását, akár földdel egy szintre hozását, bokrok beültetését, egyforma árusító pavilonok kiépítését viszont mindenképpen tudnám támogatni. Köszönöm szépen. Kálmán, ez a gyógyhely védett terület, ezt így nevezik. Jobb helyeken a védett területről kilométerekre kizárják az ilyenfajta árusítást, nemhogy egy pár száz méterre. Ez nem ide való, kérem szépen. Tudom, hogy most jó néhány árus majd azt mondja, hogy micsoda szigorú ember ez a polgármester. Mégis azt mondom, hogy se a lufit, se a nyalókát, se gyermekkorom similabdáját, és még sorolhatnám, azt nem ott kell megvenni. Annak van egy másik rendeltetésű helye. Ezzel én nem azt mondtam, hogy tiltsuk ki. Én megértem, hogy erre is van igény. Meg fogják oldani ott a másik oldalba is. Nem biztos, hogy nekünk ezt a vonalat kell erősíteni. Én nem azt mondtam nyomatékosan, hogy meg kell tiltani, nem biztos, hogy ezt a vonalat kell erősíteni. Holoda Attila, a polgármester úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, a város alapításával, illetve nem alapításával, hanem első írásos emlékének évfordulójával kapcsolatos emlékművehez kapcsolódnék, az teljesen rossz helyen van ott. Ugyanis a gyógyfürdő és a strand közelében van, és azoknak nem igazán mond semmit. A polgármester úr is említette, valahol itt a központban lehetne ennek helyet találni. Én úgy gondolom, hogy a Calvin tér rehabilitációja kapcsán igenis meg fogjuk találni ennek a méltó helyét, és akkor talán odafigyelünk arra a dátumra is, ami azon szerepel. Most nem nagyon ünnepeltünk, ha bár kerek dátum lett volna, hiszen 1075-ről beszélünk, és most is 2015 volt. Valószínűleg azért, mert annyira kiesik, és annyira nem része a város kultúrájának és emlékeinek, hogy sokkal jobb helyet találhatunk itt ennek. Jónás Kálmán képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban én úgy gondolom, hogy nem a mi feladatunk megvédeni azt, hogy az árusoknak hol jó vagy hol nem jó. A mi feladatunk az, hogyha elhatározzuk magunkat, hogy itt a gyógyhelyet fejlesztjük, akkor ehhez igazítjuk a többi részt, és nem fordítva. Át fognak menni. Valószínű, hogy a jókai sor azért annyira mostoha gyerek mostanság, mert mindenki meg tudja venni a similabdáját, meg a gumilabdáját a fürdő mellett is. Ha ott nem fogja tudni megvenni, akkor utána fog járni valamennyi fürdőző. A tengerpartokon sem, a tengerparti plázsokon vannak az árusok, hanem egy sorral beljebb, és amikor eljön az este, és bevonul mindenki a fürdőhelyéről, akkor szépen elmegy és oda vándorol. Ez én szerintem csak elhatározás kérdése, de nekünk nem az a feladatunk, hogy az árusoknak tegyünk ebből a szempontból jót. Köszönöm. Kálmán. Köszönöm a szót. A gumilabda egy dolog, ezt ismerjük el, de az semmi nem akadályozná meg esetleg a terület hasznosítóját, hogy úgy írjon ki pályázatokat, hogy mondjuk kézműves termékeket áruljon ott. És ez mindenképpen egy attrakció lenne, ha a fürdő közelébe, akkor a fürdő közelébe. Valamint ezen a helyszínen például meg tudnánk csinálni az évek óta áhított adventi vásárunkat is, hogyha a miénk ez a egységes fából készült bódésor, mert arra sincs helyszínünk most jelen pillanatban.
Igen, köszönöm szépen. Vajos Petron, a képviselőasszony. Tisztelt képviselőtársak, a határozati javaslatban az szerepel, hogy egy új szabadtéri színpad építésével a jelenlegi helyen. Én ezt elhibázott döntésnek tartom, ha a jelenlegi helyen, jelenlegi státusában, állomásán történik ennek a színpadnak a megépítése, akkor az ugyanekkor a nézőközönséget tud maga elé csalogatni, ami viszont nagyon kicsi. Tehát, hogyha a színpad nem lesz elfordítva és a nézőtér nem lesz megnövelve, akkor azt gondolom, hogy igen, kudarcos és igen szégyenteljes bármilyen színvonalas. Folytatnád a fürdőstbe befele, meg lesz növelve a nézőtér. Az egy meg park, lesz növelve? Meg lesz növelve. Értem, értem. Jó, és akkor a észrevételem szintén nekem is az ajándékárosító pavilonokat illetően, én is úgy gondolom egyébként, hogy a Jókai soron az egy alkalmatlan terület erre a feladatra. Itt az árusok nem fognak boldogulni, bármit fognak árulni, de nem fognak átmenni a vendégek, úgyhogy azt gondolom, hogy a város jelentős bevételektől is el fog esni abban az esetben, hogyha az árusokat ide áthelyezi. Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. Van-e, aki azt mondja, hogy valamiről külön szavazzunk? Nincs? Tessék. Igen. Tehát ki támogatja, ahogy képviselő mondta, a Bódé sor áthelyezését? Hát mondta, hallottátok, nem? Azt mondta, hogy a vakparkolóban legyen egy bódésor, és mondtam, hogy a parkot ne osszuk ketté, vagy nem ketté osztjuk a kulatozat. Tehát ki az, aki ezt támogatja? Érti mindenki? Akkor szavazzuk. Négy igen, hat nem és egy tartózkodás, mert ezt nem fogadta a képviselőtestület. Akkor ki az, aki most már a egészet elfogadja? Na, hát végig is akkor egy ember tartózkodott, 10 000-zel egyetértünk, ez is nagy dolog. Több mint a 90%, ha jól számom. Megvan itt az egyetértés és az egység. Na. 8. napirendi pont, előterjesztés a városi köztemetőben található családi sírbolt védetté nyilvánítására. Mint bizottság elnök? Parancsolj! Köszönöm a szó, polgármester úr! Gáti Sándor sírjának a védetté nyilvánítását a Kulturális Sportnevelési Bizottság megtárgyalta és egyhangulat támogatta. Köszönöm. Igen, Marosi György képviselő úr! Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak! Én Kis Lajosné Rózsika nének a javaslatát mindenképpen azt gondolom, hogy támogatni kell és egyetértek, mert a Gáti család az régi családja Hajdúszoboszlónak és a közéletbe rendkívül sokáig résztettek, mindenképpen védetté kell nyilvánítani, és én is köszönöm, hogyha ez meg fog történni. Kérdése van-e valakinek? Kíván-e valaki hozzászólni? Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik az általános iskolai körzethatárokról szóló. Elnök úr, Jónás elnök úr. Köszönöm szépen, szólt polgármester úr. A Kulturális Sport Nevelési Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy ebben a kérdésben nem kíván állást foglalni. Köszönöm szépen. Más vélemény? Akkor ki az, aki úgy dönt, hogy nem kíván állást foglalni? Igen kell nyúlni, ha kezd. Nyolc igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett fogadtuk el. Következik a Kovács Máté Művelési Központ és Könyvtár szervezeti szabályzata. Jónás Kálmán képviselő úr. Köszönöm szépen a szó, polgármester úr. A Kultúra és Sportnevelési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangulat támogatta. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. 11-es napi rendi pont. Most látom, hogy végül is ebben nincs beleírva.
Hol van ő most? A bizottság csak leírták nekünk, hogy mi lett a bizottságban. Hogy a nem az. Hát az egy a szinte említése sem érdő. De nem, én arra mondtam, hogy most nehogy azt mondja valaki, hogy létrejött az üzlet. Tehát én azt, hogy is fogalmazok, tehát én megéreztem, hogy ezért talán eladják, de a formailag a kérés, ez nincs benne, ezt akartam, az még mindig jóval 100 millió forint fölött tart. Ez nem derül ki az anyagból, ezt most vettem észre. Tehát itt az érvényes, az még mindig, azt hiszem 110 millió, akkor legyen 130. De azt gondolom, hogy bizakodhatunk, hogy ezt is el fogják fogadni. És az a legalább 50 millió? Hát az a nem tudom micsodával együtt. Mi? Áfával együtt. Nem. A nettó 50 millió. Hát nem csak egy ilyen nettó. Valami idekezés. Egy szogásos, megsúgták. Ja igen, az is jó. Most én azt kérem tőletek, hogy a 45 plusz áfát fogadjátok. De akkor az kevesebb, mint amennyit szeretnek kapni, mert ez meg nettó. Még mindig kevesebb, igen. Én majd nem adja annyit. Azt gondolom, hogy megoldjuk. Van idő tárgyalni, nem sietünk itt. Nem tolakodnak itt a vevők, de nem kéne ragozni. Jó van ez így. Elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtársak. Tegnap ülésén a Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatban módosítást eszközölt, ami úgy hangozna, hogy Hajdúszoboszlóváros önkormányzata a vételi szándékát jelzi, és az ingatlanok vásárlásával kapcsolatos feladatok lebonyolításával megbízza a Városgazdálkodási Non-Profit ZRT-t. Igen, ezt is így gondoltam, de ebben semmi ilyen nincs. Így vettük meg a másikat is. A honvéd üdülő, tehát ez tegnap csak kiderült egy félreértés, így határozottan van. Tehát látható, hogy miből, hát nincs erre nekünk pénzünk. Semmi ilyen a költségvetésben nem szerepel. Na, Jónás Kálmán képviselő. Köszönöm szépen, szó polgármester úr. Én csak szeretném ismételten leszögezni, hogyha megvesszük ezt a területet, és végre sikerül ezt a városnak megvásárolnia, akkor ezt a területet mindenképpen javaslom, hogy sportcélra használjuk, és semmi másra. Köszönöm szépen. Mostan még majd megbeszéljük, hogy mire használjuk. Én nem ellenzem a sportcélt se, de ez idő előtti. Erre meg azt a bölcseletet tudnám mondani, hogy a folyón akkor kell átkelni, ha odaértünk. A hídon. Vagy a hídon. Akkor legyen a hídon. Hát a folyón is jó, mert az a... Én arra is a folyóra is gondoltam, amelyik híd nélküli folyó, jegyzik. És van ilyen. Na. Akkor ki az, aki támogatja az ötest? Nagyszerű. 11, igen, nem is tudom. Következik a 12-es napirendi pont. A lakások és helyiségekről szól. Jónás Kálmán, elnök úr. Köszönöm szépen az előterjesztést, a Kultúra és Sportnevelési Bizottság megtárgyalta és egyhangulag támogatta. Kérdése van-e valakinek? Kíván-e valaki hozzászólni? Antalné Tardirén képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk véleményét tolmácsolom akkor, amikor azt mondom, hogy a korábbi évek tapasztalatának összegzéseként tekinthetünk erre az új rendeletre, amelyben nagyon sok pozitívum van, és talán elindít bennünket egy olyan úton, hogy a későbbiekben azok, akik rászorulnak és az önkormányzati bérlakásba bérleti jogot szereznek, azoknak meg biztosítva legyen a mobilitása, illetve azok a bérleti díjak, azok a beépített garanciák, amelyek a rendeletben megjelennek,
lehetővé teszik azt, hogy akik nem kívánják elhagyni, bár a jogszabály szerint már nem jogosultak erre a lakásra, magasabb díj alapján vegyék ezt figyelembe. Nagyon jónak tartom azt is, hogy ezek a bérlakások kategóriába lesznek sorolva, és hogy ez a második kategóriába sorolt bérlakás állomány is megmaradhat. Azt is tudom támogatni, hogy ezeknek a díja a korábbiaktól eltérően másképpen lesz meghatározva. Én a magam nevében mindenképpen elfogadásra javaslom, egy nagyon jó rendeletnek tekintem ezt. Köszönöm a szót. Köszönjük szépen. Kocsis Robert képviselő úr. Az igazgatási szociális, egészségügyi szociális bizottság megtárgyalt az előterjesztést, és egyhangúan elfogadta, támogatja. Igen, köszönöm szépen. Egyéb, ki az, aki elfogadja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a fogorvosi ellátási terület módosításáról szóló előterjesztés. Kérdés, hozzászólás, ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül. A hulladékgazdálkodásról szól a következő. Kíván-e valaki hozzászólni? Ki az, aki támogatja? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. A következő a helyi adózásról szól. Azt levettük. Kérdés, hozzászólás. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül. Következik a közösségi együttélés szabályairól szóló jogszabály. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ki az, aki támogatja? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló előterjesztés. Marosi képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársak! A gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja, és mint a körzet képviselője is nagyon örülök annak, hogy ez a kamera felszerelésre kerül, mert valamelyik közösségi portálú csoportban, valamelyik zárt csoport egy vagy kettőben erről a parkról is olvashattunk, hogy éjszakák alkalmával itt egyéb rongálások is megtörténnek. Ez az a játszótér, ami kapuval is volt ellátva. Ezzel meg fog oldódni, hogy az éjszakák folyamán is megfigyelve lesz ez a terület, a tábla kihelyezésre fog kerülni. Úgy tudom, hogy a térfigyelő kamera még az idei évben felszerelésre fog kerülni. Ezt a tájékoztatást kaptam a jegyző úrtól, vagyis ezt a problémát is sikerül orvosolnunk. Köszönöm. Igen, Orosz János képviselő úr. Nem a szó, polgármester úr, a Városfejlesztési Bizottság egyhangulag támogatta. És akkor most, ha jól látom, 21 kamera van a városban. Vagy lesz ezzel együtt. 20 van, és egyet most szerelünk föl. Lassan, de biztosan haladunk céljaink elérése érdekében. A kistérségi társulás. Annyira biztos, hogy elfogadják, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztést. Tizenegy igen. 19-es, akkor most jön a kistérségi társulás. Kérdés, hozzászólás. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül.
A gazdátlan galambokkal szemben szükséges intézkedésekről szól a következő. A polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, köszönöm szépen a szót. Csak szeretném megköszönni, mert ugye akkor egyúttal ez az írásos válasza is annak a legutóbbi kérdésemnek, amit föltettem. Jegyző úrnak ezt az intézkedést. Remélhetőleg ezen a télen, a tavaszig tartó időszakban megszabadulunk a galamboktól, és bízunk benne, hogy nem lesznek olyanok, akik visszacsalogatják majd ezeket a galambokat, mert utána kezdhetjük előről. Köszönöm szépen. Igen. Kérdés, hozzászólás. Ki az, aki támogatja az előterjesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a jövő évi munkatervünk. Kérdése van-e valakinek? Marosi elnök úr. Köszönöm szépen, nekem egy kérdésem lenne, hogy a márciusban célszerű turisztikai szezon előtt van az éves önkormányzati közbeszerzési és környezetvédelmi intézkedési terv, hogy nem lehetne ezt februárra megoldani, hogy a terveket elfogadjuk, hogy mivel a költségvetés is hamarabb történt, a költségvetésnek az elfogadása az idejében, mint eddig szokott, azért hamarabb ezt tolódjon egy hónappal. Megpróbáljuk, igen. Jó. Köszönöm. Akkor ők maguk megváltoztatják, vagy én vagyok az előtt ezt. Én megváltoztatom. Kérdés, hozzászólás. Ki az, aki támogatja az előtesztést? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Következik a testületülések közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztató. Parancsoljatok, kinek van valamivel kapcsolatban kérdése? Máté Lajos. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Én nagyon örülök, hogy Hajdúszoboszló az idén több díjat is bezsebelhetett, hiszen tavasszal a marketing munkánkat ítélték Gyémánt díjra, évközben a nyáron az év fürdője lett a Hungaroszkva, és most a szállás.hu által szervezett versenyen a év turisztikai települése lett Hajdúszoboszló is. Ezt csak egyel szeretnénk kiegészíteni, az év szállodája is szoboszlói lett a Hotel Szírvel. Köszönöm. Igen, Majoros Petronella képviselőasszony. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtársak. A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztálya az állami közutakon lévő gyalogos átkelőhelyek forgalombiztonsági felülvizsgálatát végezte el a közelmúltban. Tehát állami közutakon lévő gyalogos átkelőhelyeket vizsgált. Erre vonatkozóan feladatokat határozott, megjelölt meg a Nádudvari úti, a Dózsa-György úti, Balcsi-Zsilinszky úti csomópont környékén. A kérdésem az, hogy ezen feladatok elvégzése az önkormányzatot kell, hogy terhelje, hiszen állami közútról beszélünk. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr. Képviselőtestület. A kötelezés az önkormányzat számára érkezett, tehát az önkormányzat számára határozták meg feladatul, hogy az egyik gyalog átkelőhelynek a megvilágítása nem megfelelő, és ugye önkormányzati feladat a közvilágítás biztosítása, illetve a gyalogos járdáknak a csatlakozása nem akadálymentes. Ezt is szintén az önkormányzatunkra hárította a fogyasztóvédelem, nem pedig a közútkezelőjére, hiszen ez önkormányzati feladat. De hogy én ezt is esettem? Hát írunk majd egy levelet, hogy tudomásul veszük és megnevezzük a számlaszámunkat és kérjük a pénzátutalását. Ki az, aki támogatja? Tizenegy igen, nem és tartózkodás nélkül. A 23. napi rendi pont. Válasz interpellációkra. Antalné Tardirén képviselőasszony, mit szól a válaszhoz? Köszönöm a szót. Nem tudom elfogadni. Részben azért, mert nem találok benne további intézkedésre utalást, és azt gondolom, hogy a későbbiekben nekünk azt kell szem előtt tartanunk, hogy minden egyes feladatnál be kell tartanunk a kötelező sorrendet,
egy építési beruházásnál tulajdonosi hozzájárulás, építési engedély szükséges, és amennyiben ez önkormányzati feladat, akkor ezt önkormányzatnak kell elvégezni, erre pedig akkor forrást kell biztosítani. Eddig erről nem beszéltünk, nem volt ilyen terv, sőt 2016-os évben sem lesz, ezért azt gondolom, hogy ennek a munkának a leállítása most jogszerű, meg kell várni, amíg ebben tovább intézkedés történik. A költségvetésünk elfogadásakor nem kértem szót, de igazából azt szerettem volna elmondani képviselőtársaimnak, hogy tényleg nagyon sokszor önmérsékletet kell tanúsítani, és egy kicsit rangsorolni feladatokat, amire lehet pénzt adni ebben az évben, és amire nem. Én egy évvel korábban jeleztem ezzel hasonló útnak a megjavítási igényét. Csak arra volt lehetőség 2015-ben, hogy tervet készítettünk, és majd a javításra 2016-ban kerülhet sor. Hát amennyiben erre is szükség van, és szándéka van továbbra is a képviselőtestületnek arra, hogy itt közút épüljön, akkor és fejlesztjük a városnak ezen a részén az iparterületet, akkor viszont jelentős forrást kell átcsoportosítani a hozzá kapcsolódó nyugati sornak a megerősítésére is, hiszen ezzel az ilyenfajta ipari tevékenységgel tovább terheljük az ott lévő lakosságot. Az út nem bírja el a pótkocsis teherautóknak ilyen nagy számú forgalmát, mint ami már ott van, és ezzel az úttal is egy hasonló területnek a megnyitására kerülne sor. Köszönöm. Ki az, aki elfogadja az előterjesztést? Mármint a választ. Két igen, öt nem és három tartózkodásban nem fogadta a képviselőtestület, majd valamelyik bizottság megvizsgálja. A szabadtéri színpad felülvizsgálatával kapcsolatos a következő kérdés. Jónás Kálmán képviselő úr mit szól a válaszhoz? Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Örömmel veszem tudomásul, hogy megrendelésre került a szabadtéri színpad statikai felülvizsgálata. Én úgy gondolom, hogy ennek elé tudunk menni ezzel a potenciális baleset forrás felmérésével, hogy éppen hogy állunk, és nagy várakozással tekintek a statikai vizsgálat eredményére. Ez, ha jól látom, akkor 2016. januárjában már ismert lesz előttünk. Ennek ismeretében még van lehetőségünk esetleg, hogyha bármilyen beavatkozás szükséges, akkor még ezt meg tudjuk tenni. Tehát én a kérdésemre a választ elfogadom. Köszönöm szépen. Akkor új fejezetet nyitunk. Kérdések következnek. Kinek van kérdés? Ki kíván interpellálni? Máté Lajos képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Egy márciusi interpellációmat ismételném meg, amire áprilisban kaptam választ, és nagyon optimista voltam akkor, és elfogadtam az ebben lévő választ. Az Orgona utca 18 szám alatti befejezetlen társasházzal kapcsolatos a mostani interpellációm. Gyakorlatilag ki lehet ezt bontani, de a lényeg az, hogy semmi nem történt március óta. Hiába kapott engedélyes tervet a jelenlegi tulajdonos, az építkezést nem kezdte meg, új kerítést nem épített, a kerítésen lévő kapu folyamatosan tárva nyitva van, a hajléktalanok visszaköltöztek, a benti áldatlan állapotok azok nem csak most, hanem az egész nyári szezonban jellemzőek voltak, és egy hát nem biztos információm van arról, hogy azóta az építményt eladta a tulajdonosa valaki másnak. Nyilván ebből az is következik, hogy őt ezért már felelőssé tenni nem lehet, de én nagyon szeretném, hogyha, mivel a körzetemről van szó, ez a jövő évi szezonban valamiféle előre mozdulást mutatna, mert ez ebben a helyzetben tényleg borzasztó, ott fél méter vagy méter magasan áll a szennyezett talajvíz abban a
abban az ingatlanban, és hát a hajléktalanok állandó jelenléte is a környéken lakók életét ellehetetlenít, úgyhogy kérem, hogy a hivatalt, hogy vizsgálja újból meg a hátterét ennek az ingatlannak, és ha van módja intézkedni, akkor ezt tegye meg. Köszönöm. Írásos válasz. Interpellálni akar-e valaki? Van esetleg vitát nem igénylő bejelentés? Nincs. Akkor be kell zárnunk az ülést, de én ritkán szoktam már így kisfele szólni, nem a képviselőkhöz. Minden képviselőtársam nevében mondhatom, azt hiszem, hogy boldog karácsony kívánunk a város valamennyi polgárának, és eredményekben gazdag új évet. Ezennel az ülést lezárom.